Emlékközpontot avattak a 240 éve született Kőrösi Csoma Sándor tiszteletére Kovásznán. A központ működésének elsődleges célja a keletkutató magyar tudós életművének ápolása. Nem csupán egy házavatót tartunk, hanem két évszázados adósságunkat törlesztjük, mondta Ferenc Éva, a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület elnöke, a Kovásznai Csoma Emlékközpont és Néphőiskola ünnepélyes avatásán. A központ építésének gondolata már 1992-ben megfogalmazódott, de anyagi források hiányában elmaradt az építkezés. A magyar kormány 2020-tól karolta fel a tervet, és közel 422 millió forinttal támogatta a magyar tudós életművének otthont adó ház létrejöttét. A mindenkori magyar kormánynak kötelessége, hogy a magyar kultúrát támogassa térben és időben, meg kell becsülnünk az őseink teljesítményét, és ebben Kőrösi Csaba Sándor világra szóló példakép. Hidat épített kelet és nyugat között, olyan teljesítményt tett le, amire büszkék lehetnek a székelyek, büszkék lehetnek a székelyföldiek, és az egész Kárpát-medencében, meg a világon a magyarok. A Közművelődési Egyesület emlékérem átadásával köszönte meg az emlékotthon létrejöttének támogatását. Az épület a magyar ősi kultúrát, organikus építészetet kapcsolja össze a keleti tibeti építészeti stílussal. A Csernyus Lőrinc Ybl díjas építész által tervezett kétszintes épület kiállítótereket, konferenciatermet, irodahelyiségeket és öt vendégszobát is magába foglal. Az avatón elhangzott Csoma munkássága, emberi nagysága ma már a világ emlékezet része. Nem csak a magyar nemzet, de a világ számára is egy nagyon-nagyon fontos utat nyitott meg a tibeti angol szótárával, és rendkívül büszkék, meg hálásak vagyunk, hogy így most a 240. évben itt a szülőföldjén nyithatjuk meg ezt az otthont, ezt a szellemi otthont, amiről úgy gondoljuk, hogy a házunk is, a hazánk is, a múltunknak a megbecsülése és a jövőnk záloga is, ami innentől arrafele nyitott lesz minden magyar számára. Az avatón megnyitották a térképes utazás Kőrösi Csoma Sándorral címet viselő kiállítást, a magyar tudós életútját korabeli térképeken bemutató tárlat erdélyi vándorlása után Kovásznán talált otthonra.